Alig nyílt meg a szekszárdi gyűjtőpont hétfőn, már az első percekben is sokan vittek felajánlásokat a szekszárdi Garai téren kialakított helyiségbe. Az adományokat a háború sújtotta Ukrajnába, Kárpátaljára, Ungvárra szállítják. Az akciót egy 15 éve Szekszárdon élő kárpátaljai édesanya kezdeményezte. Matracokat kértek, polifón matracokat, ágyneműt, párnákat, hősugárzókat, hiszen még jövő héten hideg lesz, és nagyon fontos lenne, hogyha minél több hősugárzót is tudnánk esetleg küldeni. Nyilván a tisztálkodási szerek az is egy nagyon fontos dolog. Vagyis tusfürdőre, szappanra, gyerekpelenkára és tisztasági betétre is nagy szükség van, és természetesen tartós élelmiszerre. Ruhaneműt viszont nem kérnek az Ukrajnában élők, mert abból ott is sokat kaptak. Szekszárdon a felajánlásokat hétköznapokon délután 3 és 6 óra között a Garai téren az egykori szekszárdszálló aljában kialakított gyűjtőponton várják. Az ott dolgozók egy telefonszámon is fogadják az érdeklődőket. Hívásait. A készüléket kezelők percre kész részletes tájékoztatást tudnak adni arról, hogy éppen mire van szükség. A karitatív akcióhoz sok önkéntes is csatlakozott. Ahogy a közösségi oldalon én kiírtam azt, hogy Szekszárdon van-e már ilyen kezdeményezés, és hogy valaki tud-e róla, rögtön szinte pillanatok alatt bejegyzések jöttek, hogy Szekszárdon ugyan még nem, de hogy a környéken hova tudnénk menni segíteni, és attól a perctől kezdve folyamatosan jöttek a felajánlások és a lehetőségek Zitától is. A szekszárdi önkormányzat azonnal az ügy mellé állt. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok kezdeményezésére a gyűjtőpontot a város tulajdonában levő ingatlanban alakították ki. Emellett egy másik helyiség is rendelkezésre áll, például a matracok fogadására, és további támogatással is segíti az adománygyűjtést a város. Például a polgármesteri hivatal telefont biztosított az akcióhoz, és egy korábban létrehozott gyűjtőszámlát ajánlottak fel, azért, hogy a pénzadományokat is fogadni tudják. Azt kérik, aki erre utal, a közlemény rovatba azt írja: Ukrajna. Ez az önkormányzatnak egy alszámlája, ezt 2 éve a Covid megjelenésekor nyitottuk. Ez egy adományszámla, ezen a számlán most nincsen pénz. Innentől kezdve az összes erre érkező pénz az mind Ukrajnának, és az oda megvásárolandó dolgokra fog fordítódni. Mama! Eközben folyamatosan érkeznek Magyarországra a háború elől menekülők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint szombatig már több mint 63 ezeren léptek be az országba Ukrajna felől. Dáriát néhány napja hozták a szülei Szekszárdra, ők pedig visszautaztak a rokonaikhoz. A fiatal lány azt mondja, nagyon hálás a segítségért. Én Dária, 12 éves vagyok, én Ungvárból, és köszönünk szépen, hogy segítenek nekünk. Szekszárdon a cél az, hogy az első teherautó adományt már hétvégén eljuttassák Ungvárra. Ebben és a távolabbról érkező felajánlások gyűjtésében Szegedi Attila, a helyi kutatómentő egyesület tagja segít majd az önkénteseknek.